Köszöntöm nézőinket, Szépkor című magazinunkat látják. Folytatódik a 9 évvel ezelőtt útjára indított Magyarok Kenyere jótékonysági program, idén 200 gazda ajánlott fel búzát a rászorulóknak. Örök mindenható Isten, aki az eget és a földet, a tengert és az egész mindenséget teremtetted, alázatosan kérjük, hogy földi teremtményeinket megáldani, megszentelni és gyarapítani méltóztassál. Töltsd meg csűrjeinket és pincéinket a gabona és a bor bőségével, hogy azoknak örvendezve dicséretet és hálát zengjünk neked, Krisztus a mi Urunk által. Mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon a terményre, és maradjon rajta mindenkor. Amen. A történelmi egyházak képviselői megáldották azt a képletesen összeöntött gabonát, amelyet a Fejér megyei gazdák adományoztak az idén 9. alkalommal meghirdetett Magyarok Kenyere jótékonysági program részeként a határon túli rászorulóknak. Az összegyűjtött búzából egy jelképes mennyiséget a Bartók Kamara Színház aulájában tartott búza összeöntő ünnepségre is elhoztak. Az akció a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főszervezésében valósul meg évről évre. A Magyarok Kenyere jótékonysági kezdeményezés a MAGOSZ jogtulajdonában áll. Ez a Magyar Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége. Minden évben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezi meg, és gyűjti össze a gazdáktól a búzákat, valamint juttatja el a malomba megőrzésre, és ezt követően pedig az utolsó rendezvényen a lisztátadást, és a kenyérünnepen pedig a kenyerek átadását is szervezi a kamara. Az idei évben 4 gyűjtőpont volt Fejér megyében, 200 gazda ajánlott fel terméséből, és ebből a Kárpát-medencei rászoruló gyerekeknek juttatjuk el az adományokat, így kapni fognak a Kárpát-medencei rászoruló gyerekeken kívül még a Fejér megyei szociális ellátottak is, és a Mátai Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt szervezeteinek is fogunk belőle juttatni. A gazdáknak ez egy nagyon preferált programja, hiszen elég meghirdetni a programot, hogy elkezdtük a gyűjtést, és már jönnek is a felajánlások, tehát egyáltalán nem szükséges győzködni a gazdákat. Úgy látom, hogy szívesen adakoznak, és fontos számukra a rászoruló gyerekeknek a sorsa. A program a gazdák körében igencsak népszerű. Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének elnöke beszédében a jótékonysági akció által tanúsított nemzeti összefogást emelte ki. Elmondta, ebben rejlik a program ereje. Egy nemes kezdeményezés indult el akkor, amikor a Magyarok Kenyere program kezdeményezés már megkezdte a munkáját, amikor az első ilyen ünnepséget megszervezték, az első gyűjtőnapot megszervezték. Nyilván kellett ahhoz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ereje, szervezettsége. Kellett hozzá a MAGOSZ-nak a gazdái által képviselt összetartó erő, szándék, akarat, amiben azért mi az elmúlt közel 30 esztendőben edződtünk, hogy valóban sikerre vigyük ezt a programot. Miért? Azért, amit elnök úr elmondott. Azért, hogy éljen bárhol a világban magyar ember. Mindig, mindenkor, minden magyar embernek legyen kenyér az asztalán. 15 millió búzaszem, 15 millió magyar. Igen, ma reggel is elhangzott, és csak megerősíteni tudom, hogy mi valóban nyitott szívvel, az összetartozás érzését erősítve, emelkedett lélekkel, erős hittel tudunk kiállni ügyeink mellett. És csak akkor leszünk eredményesek, ha összetartunk, ha egy szívvel cselekszünk, egy lélek visz bennünket mindig előrébb. Azért különös ez a mai nap, mert önök önszántukból, jó szándékkal a termés egy
kicsin, de egy részével segítik azokat, akik szükséget szenvednek. Sajnos határainkon túlélő gazdatársaink, gyermekei, bizony, hadd emeljem ki Kárpátalját, bizony, amikor látjuk a parlagon lévő földeket, mert eszköz sincs, hogy megműveljék. Bizony, amikor látjuk azt, hogy hihetetlen szükséget szenvedve, számunkra felfoghatatlan kevés jövedelemből kell megélniük, és ezeknek a fiataloknak ott, akik ott születnek, ezeknek a fiataloknak is ugyanúgy magyar gyerekként, ugyanúgy lehet és kell célja legyen, hogy tanuljon, képezze magát, értékes emberré tudjon válni családon belül, a nagyobb családon belül, az ország, illetve a nemzeten belül. Ez nekünk elemi érdekünk és alapvető kötelezettségünk. Szívvel, lélekkel együtt. Akkor, amikor a Magyarok Kenyere programról beszélünk, akkor az adomány az egy óriási dolog, mert árvaházakat látunk el, idős otthonokat látunk el, ahol elesett emberként, ahol szinte nincs társadalombiztosítás, megint visszamegyek Kárpátaljára. Ahol, amikor jó magam is egy-egy mikróbusz áruval megjelenek, akkor odállnak az emberek, és hát látom a könnyeket a szemekbe. Ezt az érzést szeretném egy kicsit közvetíteni önök felé, és ezen keresztül is megköszönni azt, hogy az adományokkal segítik ezt a programot. A Magyarok Kenyere program támogatottsága évről évre növekszik, az adományozók száma pedig tavaly minden eddigi rekordot megdöntött. A 19 magyarországi megyéből és a 12 határon túli régióból 5019 személy adományozott, a határon túli adományozók száma pedig jelentősen meghaladta a 2000 főt. Az összegyűjtött búzaadomány mennyisége már második éve lépte túl a 600 tonnát, amely 80 ezer rászoruló gyermek részére biztosít magyar kenyeret. Mivel a MAGOSZ a Magyarok Kenyere alapítványt átvette, a Magyarok Kenyere programját a kamarával együtt bonyolítjuk. Ez azt jelenti, hogy nem csak adományt adunk, nem csak halat adunk, mert de most az is kell, mert nem tudjuk másképp a hálót kivetni, nem lesz erő a háló kivetéséhez, hanem azt akarjuk, hogy az alapítványon keresztül adjunk hátteret, segítsük azt a programot, amit a kormány meghirdetett, hogy támogatást ad a határon túlra. Segítsük mi ezt tudással, információval, összefogással, egymással való üzletkötésekkel. Segítsük azzal egymást, hogy az általunk már nem használt eszközöket adjuk át a számukra. Tehát egy igazi kárpát-medencei gazda összefogást akarunk úgy, hogy természetesen az alapítványban is gyűjtünk, megkeressük a nagy cégeket, megkeressük azokat, akik tudnak segíteni bennünket, hogy adjunk tudást, de adjunk hozzá technológiát, adjunk hozzá olyan eszközöket, ami őket képessé teszi arra, hogy a szülőföldjükön tudjanak maradni. Hogy meg tudják alakítani a saját közösségeiket, hogy fejleszik a saját gazdaságaikat. Kedves barátaim, ez az a nemes cél, aminek érdekében dolgozunk, és nem tudjuk eléggé hálás szíven megköszönni azt, hogy segítenek bennünket. Én azt érzem, hogy, és ezt a mai nap is igazolta, és igazolja ez a mostani együttlétünk is, hogy vagyunk, és hála jó Istennek, egyre többen vagyunk, akik tudunk, képesek vagyunk, és akarunk is adni. Nagyon fontos az, hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk. Az adományozók száma fokozatosan nő. Ez jelzi, hogy igen, az emberek megértették, az emberek érzik azt, hogy kell segíteni, ahol szükség van. Én azt szeretném kérni önöktől,
hogy vigyük tovább együtt ezt a programot. A felajánlott búzából készült liszt nagy részét minden évben a program kiemelt kedvezményezettjei kapják, de a korábbi évekhez hasonlóan újabb karitatív szervezetek is csatlakozhatnak. A NAK már megalakulása óta 2013-tól a Magosszal együttműködve szervezi a jótékonysági programot. A család témája köré álmodták meg a római katolikus templom ólomüveg ablakait, amelyek Bráda Tibor munkácsidíjas festőművész munkáját dicsérik. A család témája köré álmodták meg a római katolikus templom ólomüveg ablakait. Idén áprilisban készült el a három monumentális alkotás, és május 18-án a 10 órakor kezdődő szentmisén Spányi Antal megyés püspök megáldotta azokat. Az oltár mögött a középső ablakon Jézus szimbolikus családfája látható, rajta Szent József és jegyese Mária, Jézus pedig megjelenik, mint pantokrátor. Ami talán a fontos az, hogy a témája mi legyen, hogy ez összeültünk itt az egyházközség is, művészettörténész is, a egyházmegyei múzeumnak az igazgatója, mint művészettörténész. Tehát ő képviselte az egyházmegyét, aztán a művész, meg teológus, tehát összeültünk többen, hogy mi legyen. És hát ugye most az egyik nagyon fontos és kiemelendő hát érték, amit szeretnénk erősíteni, megjeleníteni, az a családnak az értéke. És ez a család, hát vagy nem motivum, hanem téma, ez végigmegy, kisebb-nagyobb kötődésekkel végigmegy az összes ablakon, ahogy tudjuk. Hát itten tényleges családok is vannak, de hát van olyan, mint például Dunaújvárosról, ugye Szent Pantaleon, meg a kohásznak a szobra megjelenik az egyik üvegablakon, vagy a rendelőintézet. Tehát ugye ennek a városnak is van egy családiassága, és sőt még talán erősebb, mint a nagy történelmi városoké, mert itt valahogy volt egy külön más erő, ami összehozta az embereket. Na mindegy, itt ezzel a háromnál ugye az adódik, az első az a Jessze fája, az Jézusnak a családfája, persze szimbolikusan, tehát ez nem minden. Szimbolikusan, és a végén ugye ott van Szent József, most föl lehetne sorolni végig Jesszétől Szent József, és akkor annak a Szent József, ugye a jegyese Mária, és Jézus pedig megjelenik, mint pantokrátor, ugye az uralkodó Jézus, mert ennek a templomnak a titulusa az Krisztus király. És ugye azért így, tehát vizuálisan is látszik az, hogy Krisztus ül egy trónon, és ugyanakkor a Mária, aki állva fordul feléje. Tehát itt a lényeg, csak ez a vas keret miatt nem lehetett központba tenni Krisztust, mert a keresztül ment volna rajta sok vas, hanem hogy hát hogy lehetett kiemelni, úgyhogy mellette Mária és Jézus, mint a koronás uralkodó, a pantokrátor, a Krisztus király. A balra található üvegablakon első Szent István királyunk és családja látható. István korona nélkül ábrázolva, de Mária felé fordulva, mutatva, Imre fia halála után Máriának ajánlotta a koronát azért, hogy az országot biztonságban tudja. Itt van ugye Szent István királynak a családja, amit mondunk magyar szent családnak is, mert Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre a gyerekük, ugye, és hát itt még mellette áll Szent Gellért, akire Imrének a nevelése volt bízva, és aki, ugye hát ez is egy azért volt, hogy a magyar korona most Máriának a fején van, úgyhogy Szent István fején nem a magyar korona van, mert ő fölajánlotta, ugye ez a mozdulat Mária felé mutat, fölajánlotta a koronát, mert hogy Imre meghalt, és hát az országot hogyan tudja biztonságban, hát úgy, hogy az országot fölajánlja Máriának, ami ugye nem nincs itt megérte, de a lengyelek is felajánlották, tehát nem csak a mi, hát
Magyarország királynő, hanem Lengyelországnak is királynője. A jobboldali ablakon pedig az Árpád-házi negyedik Béla és családja szerepel, amelyben 4 szent lány volt. Kinga kezében a lengyel címer, szimbolizálva a lengyelekkel való testvériségünket is. Ott a következő, ugye Lengyelország is megjelenik, mert az negyedik Béla és a szent lányai. Csodálatos Árpád-házi család, akik, ahol ugye 4 szent lány volt, és a közöttük van Kinga, aki fogja a lengyel címert, ugye a lengyeleknek a nagy szentje. Ők nagyon-nagyon tisztelik, de hát a mi történelmünkben rengeteg kapcsolódás van a lengyelekkel, nem is tudom, ugye, mert ugye a szlávok az magyarokkal idegen, de a lengyelek vagy mindig olyan egészen közeli testvérnek számítottak a történelem során. Hát itt is szépen megjelenik. Arról nem beszélve, hogy ott hátul a lengyel zászló is kitéve, mert itt az óvárosban azért erős a lengyel kisebbség. Úgyhogy hát így érdemes lenne egyszer egy olyan falat csinálni, vagy sorozatot, hogy a magyar szent, vagy Árpád-házi szentek. Hát a világon mindenhol, Portugáliától, Skóciáig, ugye Bizánctól mindenhol ott voltak a magyar királylányok és szent életek. Az ólomüvegablakok Bráda Tibor Munkácsi díjas és a Magyar Köztársaság arany érdemkeresztjével kitüntetett festőművész munkáját dicsérik. Hogy Bráda Tibor Munkácsi díjas festőművész festett, tehát hogy kerültünk kapcsolatba vele, ugye hát úgy kerültünk, hogy én mondtam így a ismeretségi körömbe, hogy én igazán szakrális művészetet hitelesen csak úgy tudok elképzelni, hogy hívő ember készítse, de kvalitásos hívő ember, aki a vallását tartja is, ugye, mert van ilyen, hogy katolikus költészet, hát a költészet, vagy nem költészet, az, hogy katolikus, az nem tesz hozzá, és nem vesz, vagy jó költő, vagy nem jó költő. Azon belül gondolkodhatunk rá úgy, mint egy hívő emberre, de azért a költészet az egy abszolút érték, ami ez csak hozzájár a katolikus, és nem a fordító. Na mindegy, és akkor szólt nekem a sógornőm Prókop Mária, hogy talált egy ilyen művész, lelkesedve fölhívott, mi Bráda Tibor Munkácsi díjas, szép családja van, és hívő ember. Mindegy, és akkor én rögtön föl is hívtam, eljött a Bráda Tibor, és azt mondja, hogy hát miért pont engem hívott főtisztán? Hát mondom, mert azt mondta a Prokop Mari, hogy maga vallásos, rendes családja van, azt mondja, mindig az, de én református vagyok. Na jó, mondom, ettől eltekintünk. Úgyhogy mégis, de egy nagyon-nagyon, hogy nem azt lehet mondani, hogy így gondolkodásában, értékeiben azért nagyon erősen katolikus, és éppen ezeken a pontokon, mint Mária vagy II. János pápának az értékése. Tehát nagyon nem akarok őt kellemetlen helyzetbe hozni a hitestvérei felé, de katolikus ember. Így Bráda Tibor Munkácsi díjas, és van neki sok üvegablaka már, itt Török Bálinton a legközelebb talán, meg más templomokban is, és azért ő festő. Van még egy műve itt a templomunkban, amit ő csinált régebben, egy feszületet, nem tudom, talán kiállításra, vagy valamilyen ünnepre, és az ott volt a műhelyében. És akkor mondta, hogy ő azt szívesen odaadná, ha valaki fölállítja. És akkor mi rögtön lecsaptunk rá. Igaz, hogy utánunk lecsapott rá az egyházmegye is, de mondtam, hogy mi megelőztük, hogy az itt van, az altemplomban van fölállítva. Az is egy nagyon-nagyon szép alkotás. Tehát ő dolgozik állandóan, és ami talán mondhatom azt, hogy én úgy látom, hogy ő neki ez egy nagyon, nagyon mélyen saját feladatának tekinti, és
oda van érten, szóval, hogy látszik rajta, hogy nagyon szereti ezt a munkát, piszokkuli munka. Szóval az a munka, amit ott a műhelyben csinálnak, az nem az, hogy a művész ülés fest, és álmodnám, ott kemény fizikai munka megy a műhelybe, és akkor nyáron még megy a kemence, úgyhogy az erősen megviseli. Tehát igen, és tervezzük, hogy itt tovább menve mindegyik áll. Hát most ez remény, hogy meg fogjuk csinálni. Ugye most megugrott egy kicsit a remény, és az ugye meg lenne ez a 6 ablak, amit még én szeretnék valahogyan elérni, hogy a többi ablak, ami ugye, tehát rengeteg ablak van itt még, hogy azok az ablak nem figurálisan, tehát azért messze nem ilyen árva, mint ez, hanem egy ilyen mustrából, vagy valamilyen díszítő elemekkel. Még azt is tudom kérdezni, hogy teljesen egyformára, az még olcsóbb lenne, hogy csak ugyanaz kéne legyártani. Azokat végigcsinálni, és azt a kis ablak sort fönt ott a nagy kupolában, hát az egy kérdés lesz ott az orgona mögött, mert ha itt bent fény van, akkor az orgona miatt kint nem látni, itt bent meg az orgona miatt nem látni. Viszont hogy néz neki, hogy csak a felét csináljuk meg, ugye, orgona fölött. Úgyhogy hát az majd még ki kell okumlálni, hogy mi legyen. Baltási Nándor elmondta, a maradék 6 ablakon helyi témákat, sajátosságokat is megjelenítenének, például a városunk római kori múltját idéző oszlopfőt, Dunaújváros védőszentjét, Szent Pantaleont, vagy olyan emblematikus épületeket, mint a múzeum és a vasműfő bejárata. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!